Tárogatóval megszólaltatott dallamokkal nyitották meg Panyolán a Szakkör nevű kezdeményezés kiállítását. Összesen csak nem 30 megyei település kézműves termékeit mutatták be a nagy közönség előtt. Kosarakkal, hímzett szalvétákkal és falvédőkkel, vagy éppen gyöngyfűzött ékszerekkel is találkozhattak a látogatók. A Nemzeti Művelődési Intézet még tavaly indította el a szakkör.hu weboldalt, ahol videók formájában mutatták be ezeknek az eszközöknek az elkészítését. Azokat szerették volna megszólítani, akik korábban sokat jártak közösségbe, ám azt a járványhelyzet megakadályozta. Ebben az évben nyílt lehetőség a szakkör tagjainak a találkozásra, ezeken a foglalkozásokon készültek a kiállítás eszközei. Természetesen mindenki félve indult neki, hogy hogyan fogják ők tudni ezeket megvalósítani, hogyan fognak tudni, ahogy soha nem csinálták, egy kosarat fonni, vagy éppen nemezből egy angyalkát készíteni. És most itt én igen meghatódva fogadtam ezt a szakkör kiállítást, hiszen itt most látható a végeredmény. Jelen pillanatban 25 település szakköri közösség által elkészített alkotásokat lehet megtekinteni, és azt hiszem, hogy magukért beszélnek, önmagukért beszélnek, csodálatosak lettek. A közösséget valóban összetartó közösségek lettek, közösségé alakultak, és amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy annyira kreatívak voltak, hogy most ezekben az alkotásokban legyen az mézes kalács, legyen az nemez, mindenhol megjelennek a településre jellemző értékek és hagyományok. Tehát tovább gondolva ezt, itt most minden településben mutathatta az értékeit. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 53 településen összesen 69 szakkör tevékenykedik. Pető Lilla, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa azt mondta, a közösségek a foglalkozások által még inkább megismerkedtek saját településük különlegességeivel. Ennek a kezdeményezésnek, amit most itt megélhetünk Panyolán, az volt a lényege, hogy a helyi nemzeti identitást, a megyei identitást erősítve a szakkör segítségével mutassák meg a települések, hogy kik is ők, mik is ők. Mert hogy nem feltétlen az volt a lényeg, hogy a szakkörön elkészített alkotásokat hozzák most ide el nekünk erre a kiállításra, hanem az ő településükre jellemző dolgokkal. Így készülhetett például mézes kalács szilvalekvárral töltve, vagy így készülhetett el egy nemes szőttes, ami a település címerét mutatja be. A szakkör a jövőben is folytatódik, augusztus 20-áig lehet még jelentkeznie újabb csoportoknak, a választható kézműves tevékenységek pedig 6-ról 15-re emelkednek.